A szóban forgó törvény munkaváltozatában többek között az szerepel, hogy a Vajdasági Gazdasági Kamara, a Koszovói Gazdasági Kamara, valamint a Belgrádi Gazdasági Kamara és a Regionális Gazdasági Kamarák jogait és kötelességeit a Szerbiai Gazdasági Kamara veszi át. A törvényt gyorsított eljárással kívánják a köztársasági parlament elé terjeszteni, viszont az illetékesek szerint a felajánlott változtatások kárt okoznának a működő kamarai rendszernek. A szóban forgó dokumentummal a szerbiai kamarai rendszer csak távolodhat az uniótól, és az nem jó. De mivel munkaváltozatról van szó, még lehet rajta változtatni, ha az összes érdekelt fél tárgyalóasztalhoz ül. Nagyon fontos, hogy a kamara tagjai önállóak legyenek, az intézmény ne legyen központosított. Ha saját kamarájuk van, sokkal könnyebben és zökkenőmentesebben tudják kifejezni álláspontjukat és véleményüket. Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház elnökének minapi közleményében az áll, hogy megengedhetetlen, hogy lakatot tegyenek azoknak a kamaráknak az ajtajára, amelyek évtizedeken át élvezték tagjaiknak a bizalmát. A Vajdasági Kamara elnöke és a Vajdasági Parlament nem ellenzik a gazdasági kamarák modernizálását, de ez a javaslat szerintük nem ezt szolgálja.